Cici, te ne inspekciózzál, hanem lököd föl a testedet az ágyra. Jó, ne? Anyukám, már csomagolok. Anna Maria, te nézed valamit a Facebookon, érted? És Cici, ide lököd az ágyra föl magad. Rakétaként. Ja, várja. Na, szóval Anna Maria nézett valamit a Facebookon. Hát, de téged ez nem zavar. Nem, már jó nézek. Tényleg jó pofa vagy. Hallod? Képzeld el, hogy azt nézegette a Facebookon, hogy havazik. Érted? Azt mondja, március 15-én fölrakta a Zsuzsa, az Emila, havazik, már benn van a bunda. Hát mondom el, beszélek a Sláger FM-be, érted a Petrával? Azt mondja, 19 fok lesz. Hol mondom, dik, mi meg bundát viszünk, jó pofa. Jaj, megnézd az új asztal. Nézzek, na, matching van. Nézzek a colort. Nézzek, matching, match, match, figyeljél. Cicike, te úgy látom, hogy nagyon meccsingelsz az ágyal, meg meccsingelsz az asztal, aztán megjött, na hát, te ezt nem is mondtam neked. Nézd meg, egy ilyen, nem is tudom, sokolá, egy ilyen asztal lett, megy hozzá a ágytakaró, a szőnyeg, és ez, te itt olyan ízli, és megy hozzá a Cicike. Cicike, te megy, nem dobod le a testedet, rakétaként föl, hát ez nem igaz. Hát te tőle jó. Cicike, te itthon maradol a papával, ugye? Te a Salvatorival fogod nyomni, hát tegnap fodrász nem volt. Pupasz a Cici, előkelő, gyönyörű teste. Nézzek, most már kézzé pakolást, minden, de mit akartam mondani? Várja, valami volt a fejembe. Elvitted a gond. Szóval ezt anyukám, ez be... Ja igen, tudom, megvan. Nem tudod elképzelni. Tehát tegnap, tudod, jövök be, mondom, hogy anyukám megy az asztal, kell neki az új gazda, érted, az asztalnak, mert túl nagy volt, mert ez most egy kisebb, kicsit alacsony, azt mondja, Anna Mari, vágjunk le a széklábából, mondom, jó, majd lehajolunk, úgy eszünk, hát hagyjál már, nem vágdosson ki. És kézzel egy rám, és akkor így mondom, hogy ennek új gazdi kell, kézzel rám ír Péter, azt mondja nekem a Péter, hogy te figyelj már, Cila, és eladnád az asztalt, hogy mit csinálnál vele? Hát mondom, elvészkedjél már, pereg a lóvé, jó pufa vagy, pereg a lóvé. És akkor azt mondja, de mondom, te figyelj ide, de ha Lajos mizén vagy, akkor nehezen tudom most ezt így elvinni magammal. Azt mondja, nekem ő itt van, kapaszkodjak gyönyörűen, meg ő itt van a Szolanzárén. A Szolanzáre az kérlek szép, tudod, ott a beach van, látod arra? Ott Kapmárta, és előtte van a Szolanzár. Anyukám vitte az asztalt a kis asszonkájába, ide jöttek, főkapta a kanészt, már vitte. Nem motorozzál már, mert rádrugok kettőt. Megyek. Elmegyek, hogy még melyik úton, azt még nem tudom, ott hagyom otthonom, takába teszem a mantónomat. Taka van. Jézus, a köntös itt merül. Mindegy, anyikám, Szaiba vagyunk, Pesten találkozunk, ne örüljél meg. Taka! Aranydrága követő rajongunk, mink már megindult, várjál, már cserélem, csak ha elolvastam, ez volt rajtam, ez a papír adja a gázt a unci alá. Cici itt van, Cici, te maradol a papával, látod? Anna Maris papa itt elől, teljes idegben, papa megfázott, szálba, mindenben, 18 fokba idegben. Ugye egy dudálást ez be fog nyomni nekem, mert tehát, ha minden igaz, Anna Mari előkerül ott ül, hogy ez itt mi? Ez a fekete pányva, ezt nem tudom, de valami érdekeset rakott ide föl az öreg, látod? Tehát nem tudod elképzelni. Millió. Cicike, gyere az ölembe, és akkor nem vagy idegbe. Ja, mert most kanyargunk, és idegbe van a Cici. Nem. Tremble pas du tout, elle est bien. Cici, tu veux pas venir ici? Viens, mon cœur. Tu veux pas? Ça, là... Oda néz, Jézusom, anyukám, gurulunk le, fő, oda néz. Hát idegbe vagyunk, ne? Halál, stuf. Várjál, már ne bizuzd el. Én. Ja, várjál, nézd meg azt a sapkát. Anna Maria, a papának a sapkáját ide adod nekem, ide fordítod, ami ott az ablakban van? Nézzek? Azt nézzek? Jól látom, hogy a papának előkerült a pif anyukámos szapkája. Hát anyukám, jól látod, Cilla Szofia, várja már, úgy ízérünk. Anyukám pif anyukámban van, halál. Jó, de jó ez a szapka, nekem már nincs is ilyenem. Fú, pirosban is puposz volt. Vagy van, nincs, már fogyott. Kéne ilyet kilökni, ez ilyen hímzett előkelő. Csí. Cicike, ha gondolod, fölveheted a pif anyukámat, ha lehidegve. Ha most mondja, gyere kincem, gyere, Cici, tu viens ici, chez moi. Hát most mondják, nézek,
hátul Cilla. Te akarod, hogy legyen még ilyen szabad? Csináljon a Cilla neked ilyen piff anyukám? A papi hordja, te is hordod. Ha jó pofa vagy, anyukám szálvának, hogy pupasz piff anyukába kell lennie. Jó nézel ki. Cici, gyere vissza a szájé. Ja, nézzek, már maszkba ülne. Ja, mert papi meg van fázis, Anna már is föllökött egy maszkot. Figyelj, anyukám, te! Hát olyan stúf nyugdíjasban vagyunk itt, hogy te megőrülsz. Az egy különbség van köztük, hogy egyik szegy, egy jó, ezért vityósz. Ennyi. Nem mordít, hogy vityó, így vityó, úgy. De papinak fogalmas, hogy vityóról, Anna Mari meg úgy van vele, hogy takar. Szétszeded a kacsát, amit a hafitól kaptunk? Hát nem vagy. Hát nekem szét ne kapjad a hafitól, folyik a víz belőle, anyuk. Nézd meg. Te már szép. Ha már lerágtad a ízét, így. Sanyi. Te... Nézd oda, ha kacsadabáló. Hát Sanyi, egészen oda vagyok most miattad. El vagyok miattad keseredve. Követő rajongó, szeretettel köszöntelek, romos állapotban találol engemet. Nézd meg, egy ilyen tűfészes Cilla t-shirtöt főkaptam, hogy jó nézek ki, érted, hogy ragyogjak. És visszafekszünk az ágyba. Te, követő, így jó nézünk ki, érted, minden hátra csúszik, te. Kicsit idegbe vagyok, érted? Millió ügy van, József napja van. Jaj, a Jószkákat be kell köszöntenem. Te annyi Jószka ismerősöm van. És tudod, mi a másik? Ha még anyukám nem szorszoltam ki a bögreit. Érted? Az Avengers eset, amit neked hoztam a Párizsból. Érted? A előkelő pár, sehol nincs, ez csak Párizsból. Ezt ki akarom szorszolni a követő rajongónak. Olyan idegben vagyok, te már megint hevededem a ágyba, jó nézek ki. Tehát ezt ki kell szorszolnom, érted, Avengers? Most majd lesz egy kérdés, hogy majd mondom, hogy mi a kérdés. És akkor annyi lesz a feladatod, hogy te tudod majd, hogy poszt lesz, feedbe. Te oda, mert ott fölekak egy kérdést, te a kérdést te válaszolol, érted? Annyit belájkolod a képe, mit tudom én, és akkor én aztán besorszolom, ha jó, érted? Akik oda beírják, hogy cicskagyász, érted? Beírod, hogy cicskagyász, és sorszolok, érted? Ennyi, hát semmi, ne vészkedjél. Jóska napja van, minden Jóskát bötisztelek, böböcsülök, hozzátok a meleget, meg a melegeket, meg mindent, ami meleges, érted? Egyébként azt tudtad, hogy a József az egy héber eredetű nő. Héber eredetű név, csak tudod, gyorsabban megy az agyam, mint a nyelvem, hát jól nézel ki. Úgyhogy... ennyi, kész, vége. Hát mi, mert húzzak le egy függöny. Nem is szerte ennyi volt, érted? Szóval ezt be kell szószolni, azt majd mindjárt kilököm, mint a doboz, minden, ebbe küldöm, jössz vagy jövöl, érted? Most nagyon övészkedjél már, mondod hova. Mit, várjál, hogy volt ez benne? Anyád úristen itt. Így. Ja, jó, el ne aztam, érted? Így, halálbögre. Semmi külön, ja nem, mi az, hogy nem történt semmi különös, te anyukám megszületett, már van tudod, az Itunak, a Debrecenének, nem, Annóni, anyád úristen itt, mert most nem vettek fel a ura nevét, nem is tudom, megszületett Ádám, talán Ricardo, vagy Rodrigo, szóval valami előkelő a név, csí, anyám, hát eljösskedjél már. Az a baj, megmondom neked nagyon őszintén, hogy leginkább a török sorozatok mennek. Aminek nem örülök, mert most akkor mindenki majd Szulejmán lesz, Jusuf és Hussein, érted? Mert amíg a Brazil ment, addig legalább Esmeraldák, Ricardók, Kárlották, meg nem tudom mik voltak, érted? És most, érted, most nekem a Szulejmán fog menni. Hát meg egészen oda vagyok. Úgyhogy ez volt, megszületett a babamama, jó van, gratulálunk, rendes keresztény édesanyja vagy, minden, tök jó, minden a helyére került, érted? Kész, blansíroztunk, minden levelet tisztázva, minden el van felejtve, így a jó Isten megárt tégedet. Gratulálunk, ugye, ez első körben, very important. Mi volt még semmi más, nem? Hát nem kaptam anyukám a Besti. Ja, már babaláb van. Most arra vagyok kíváncsi, hogy a Besti vagy a sztori, hogy melyik fog... Érted, hogy jaj, megmutattuk a picit, jaj, olyan édeset, megzabálom. Úgyhogy most ennyi van, érted? Szóval most akkor nem, hát már várom, érted? Te így szoktam, de mint a golyó így lerobbanok az újságoshoz, érted? Így lapozom, jaj, Istenem, a baba kép, de édes. Vagy nincs baba mutogatás, mert olyan is van, aki azt mondja, nem, ez nem, mert a íze a személyiségi jogit, mert és akkor nincs, és akkor megjelenik a baba, csak háttal.
Jé, már látni kell, hogy édesapa, édesapa, érted? A celeb édesapa, a celeb édesapa. Csak akkor a baba háttal van. Nagyon fontos. Vagy láttam olyat is, azt hiszem azt a Lilunál láttam, mert ő ott is van édesanyja, de ott egy cintányélő, ki van anyukám lökve a gyerek feje. Érted? Szóval most úgy képzeld ezt el, mintha én általában így egy ilyen diszpárnával a Sanyit letakarnám a fejét, de a testét soha, soha, érted meg, érted? Így kell félélő szülőnek lenni, érted? Takarod, így, ki, így, nincs, nem látszik. Semmi nem látszik a fejből, anyád úristen. Szanyika, ki leszel takarva, hol az anyádba vagy? Pardon, a gyerekkel beszél. Na mindegy. Szóval most ez van, ez meg nagyon fontos, meg nagyon... Ja, meg tudod, mi van? Te, tudod, a Jutka, a Varga Jutka benyújtotta a törvényt, érted? Most minden mutatom a törvényt, a halálja a törvényt, és elkezdhetünk följelentgetni. Te, annyira örülök neki, tudod, úgy följelentgetek majd itt a környéken mindenkit, érted? Ha nem felelnek meg az elve... Minden, várjál, tartod már a vonalat? Mindjárt mondom. Várjál, azt mondja, itt van. Törvény születik a magyar életmód bejelentéses védelméről, azaz hamarosan névtelen feljelentést lehet tenni, például azok ellen, akik nem az apa férfi, az anya nő. Várjál, ez egy ilyen eszelős tekintet kell. Ez az eszelős tekintet, igen. Szabálya szerint élnek. Hát úristen, itt a szabály, anyukám, mondják, hogy él el. Az Eötvös Károly intézet mutatta be közelebbről a Varga Judit által beterjesztett jogszabályt. Várjál már, a panaszról, a közérdekű bejelentésekről, várjál, mindjárt nézem, hogy, mert most csak ennyi van nekem meg. Hallod, az apa férfi, az anya nő, ezt össze ne keverd, mert rádrugok kettőt, de komolyan mondom. Most már nézem ki a törvény, de a panaszok a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaesek bejelentésével összefüggő jogszabály, szóval új törvény, közérdekből jelentünk föl, tudod? Szóval bárkit nyugodtan, nem tetszik, furálod, nem tudom, de mondom most, az apa, érted, de ha két apa van, két anya, teljesen össze vagyok zavarodva, hogy mit mondanak, mert most úgy néz ki, ő a főni, érted, ő a pápa. Jó, hogy így érted, hogy vallásilag, érted? És ők meg a papcsajok, érted? Ők a papcsajok, ő a Kati, ő súlyzózik, gyúr, Brazíliában is tök gyúrós volt, minden, neki van a férje, azt hiszem a lezredes, azt meg kell tudnom a tudakozóba, hogy hol van az a lezredes képző, ő meg a Petitől válik. Kézzed el. Ne vigyorogjál, anyukám, ne vigyorogjál, mert most válol, és a főni nem engedi azt, hogy mit vállású legyen, érted? Nincs! Anyád úristen itt! Egy rendes keresztény asszony vagy! Meg ha oda is csapnak! Anyukám, itt nézem a izét, nézd! A nagy... Már egyszer megnézte az öreg cíve, most újra megnézi. Halálesti a program, evening program. Ez itt a patyomként, tudod? Ja, és ezt akartam neked javaslani. Nem tudom, te ezt olvastad, de bár Orci Emmának a Vörös Pimpernelljét, halál jó ez a könyv. Egyébként van belőle film is. Ezt merem neked javasolni, hát ez annak idején még 98 forintba került, nem is egy mai darab, mondanom se kell. A francia forradalom idején játszódik, amikor francia arisztokratákat ment meg egy angol kani, ugye, aki nem tudom, Percynek, vagy minek nevezik, ott nem tudom már, hogy volt. Mindegy, olvasd el, halál jó világhírű lett egyébként Báró Orci Emmának a könyvnek köszönhetően. A vörös, itt a guillotine, ça l'or, tu ne peux pas imaginer, anyuk, nagy Katalin.